Az alsósok feladata, hogy többek között Andersen és Lázár Ervin meséket olvassanak, a felsősöké pedig, hogy Guyont, Móricot és Varró Dánielt. A megismert művekkel kapcsolatban kell kérdésekre válaszolniuk a résztvevőknek. Az általános iskolás gyerekeknek egy kérdőívet kell kitölteniük, miután elolvastak néhány meséskönyvet, néhány regényt, és átlapoztak néhány újságunkat. A kérdőívek nagyon egyszerűek, tehát nem az volt a célunk, hogy az iskola mellett még nehezítsük a tanulást és a szabadidejüket, és ezzel elraboljuk, hanem hogy visszatérjenek a könyvhöz, az olvasáshoz, és hogy betérjenek a könyvtárunkba. A nyereményjátékban csak azok a diákok vehetnek részt, akik tagjai a városi könyvtárnak. A játék ideje alatt a tagsági díj 600 helyett mindössze 150 dinár. Gyerekek miután behozták a kitöltött kérdőíveket, nyeremény sorsolásra fog sor kerülni, és a nyeremények kihirdetése április 2-án a gyermekkönyvek nemzetközi napján lesz megtartva. A kalandozás Könyvországban február 1. napján kezdődik és 2 hónapon keresztül tart. A játék kérdőíveit a városi könyvtárban és a környékbeli fiókintézetekben kérhetik a diákok.